Na, sziasztok! Én Feri vagyok, és ebben a videóban egy kérdező videó lesz, amiben meg szeretnél titeket kérdezni a Total War Warhammerrel kapcsolatos dolgokban. Kezdjük is az első dolgot. Az első dolog az az, hogy indítanánk egy kampányt, valamilyen kampányt, és meg szeretnék titeket kérdezni, hogy milyen kampányt nézzünk. Grand kampányt, Eye for an Eye, a Season of Revelation. Ez az Wood Elf, ugye ez a Beastman, ez pedig a minden más. Na szóval, most megmutatom, hogy ebben mi van. Ebben van, birodalommal tudunk lenni, törpékkel, másik törpékkel, ami fizetős, de majd megveszem, erdei elfekkel, vagyis ezt nem tudom még megvenni egyelőre, Engenung Villonnal, vagy nem, mivel, nem tudom, a zöldbőrűekkel, ezt sem tudom megvenni, ezek goblinok, ez nem tudom mi, de lehet, hogy lesz van, ez a mi zöldbőrűek másik változata, aztán a vampír fejedelmek, káosz és a szörnyemberek. Ezekből lehet válogatni, ennek a kettőnek a kivételével. Jó, nézzük, Empire-ben van 3 darab, a Balthazar Geld, Volkmar the Green, és Karl Franz. Benne neki ezek van, nézzétek meg, Karl Franznak ezek a kezdő unitjai, neki ezek, és itt pedig valami falagentusok, ilyen dolgok. Na mindegy, ezeket még nem tudom nagyjából. Tehát vannak itt a törpék nekünk. Elfek. És igen, nagyjából ugye ennyi is van. De... igen, ez az egyik dolog, amit akartam kérdezni. Mondjátok meg, melyik kampány és melyik hős vagy vezető. Aztán itt lenne battle. Custom battle. Szóval, hogy rendezhetnénk ilyen csatákat, nem itt, hanem mondjuk ilyen multiplayer battle-öket. Ilyeneket tudnánk majd rendezni, hogyha akarjátok. És szóval igen, erről a kettőről akartak titeket megkérdezni. Írjátok le kommentbe a válaszaitokat. Igen, ennyi is lett volna ez a videó. Ha tetszett, akkor lájkoljátok. Én Feri voltam. Sziasztok. Én Feri voltam.